Videó felvételt készítek erről a két Samsung videóról. Tökéletesen működik, hát a frekvencia az 50 Hz vagy 60 Hz miatt villog a telefonommal készített felvétel, de egyébként csodaszép képe van, teljesen szép éles képe van, mind a két készülék teljesen hibátlan, viszont egy távirányító van meg a kettő készülékhez. A távirányító teljesen hibátlan, teljesen újszerű állapotú a hátulja. Elég sok mindent tud tulajdonképpen a videókészülék. De most, hogy nem teliképben van, így nem vibrál be a kép. Kíváncsi vagyok, hogyha hátrébb megyek, mennyire. Érdekes, most nem vibrál. Nem tudom miért, valahogy állított magán a... Ja, ki van kapcsolva a telefonfelvétel? Ja nem, megy a felvétel. Akkor... Ja, most megint elkezdett. Bizonyos szögből vibrál csak. Erre most jöttem rá. Na, szóval tényleg teljesen hibátlan működési, előrepörgetés, hátrapörgetés, lejátszás és csodaszép kép jellemzi mind a két készüléket. Azért átdugom, hogy lát a felső készüléknek is a képét. Egy pillanat. Így. Kidobatom a közöttet. Kijött a közöttet. Berekom a felsőbe. Elindítom a lejátszást. Érdekes, ha nem teli képbe csinálom, akkor tökéletes, akkor nem vibrál. De még így sem. A készülék az biztos, hogy jó, mind a kettő tökéletesen működik. Az egyik készülék lesz meghirdetve, a másik ajándékként jár hozzá. Azért már csak egy távirányítót találtam meg. A nyaralóban alsó-felső szinten volt a két készülék, és hát nagyon-nagyon-nagyon keveset volt használva. Hát az emberek nem viszik magukkal a kazettáikat, és általában ki volt adva nyaranként a nyaraló, alsó-felső szintje is. Talán pár órát mehetett mind a két készülék. De tényleg jó állapotban is van. A teteje egy picit karcos, de illusztrálom, nem lehorzsolt vagy lekarcolt, nem ronda. Köszönöm, hogy megtekintetted róla készült videófelvételem. Sok szép órát! Tévézés, videózás kívánok hozzá!